A szerb haladó párt eredményeket vár, nem ígéreteket, mondta a párt megbízott elnöke. Nem az elképzelések a fontosak, hanem a tettek. Szerinte a kommunális közvállalatok átalakítása is a fontosabb feladatok egyike. Alexander Vučić szerint konkrétumokra és határidőkre van szükség. To da više nije važno ni šta su vam ideje, ni kakve su vam ideje, ni gde možete, ni kako možete, ni s kim možete, već samo dođi na vlast po svaku cenu, uzmi pare, strpaj u džep i brini o sebi, svojim kućama, vilama i o ne znam čemu. To da bude princip Srpske napredne stranke neće nikada. I neka se ljuti kogod hoće, kako god hoće, koliko god hoće. Mogu da nas mene. 29. septembra će biti skupština naše stranke. Boris Tadić, a demokrata pártelnöke szerint a polgárok változást szeretnének az országban, amit véghez visznek a pártban és a kormányban is, amennyiben a DP alakítja meg. Az igazságszolgáltatásban megkezdett reformokat is folytatni kell, tette hozzá Boris Tadić. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e egy nagy koalíció a szerb haladó párttal és a szerbiai szocialista párttal, azt válaszolta, hogy nem szolgálhatják más országok érdekeit, csak Szerbiáit. Csedomir Jovanović, a liberális demokrata pártelnöke szerint, ha nem lesz meg a kormány többség, akkor az ország elveszíti az Európai Unió figyelmét. Ennek oka a görög választások, a spanyol és az olasz válság.